Halak, október második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Október 15-16 fantasztikusan itt kezdődik nekünk. Vénusz, Neptunusz, Trigón. A Vénusz az maga a szerelem, maga a pénz, maga a szépség. A Neptunusz viszont a ti bolygótok. És a Neptunusz most a halakban van. Nos, hát milyen aspektus? Ez egy fantasztikus, a legjobb időszak a romantikára, a kreativitásra, a művészetre, a táncra, a zenére. Na nézzük, aranyhalacskáim. Pozitívum, az uralkodó. Lehet, hogy ilyenek leszünk, mint ez az uralkodó, az nagyon jó. Az nagyon jó. Az uralkodónak van hatalma, az övé az utolsó szó. Ő irányít, hát hiszen ő az uralkodó, és megvan a terve, és terv szerint halad, és ő megbízható. Ha viszont egy ilyen uralkodó segít nekünk, akkor az nagy segítség. Nagy segítség, bizony. Nagyon gyakran kos. Elsősorban kos, vagy ilyen kos típus, egy ilyen igazi vezér. Nagyon erős kezdés, nagyon erős kezdés. Hát nem hiába, igen. Holdfogyatkozás szeptember 18-án, és a holdfogyatkozás a halakban. És a holdfogyatkozásnak az energiáját érezhetjük plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz három hónap. Tehát ott a főszereplő a halacska, egy ilyen uralkodó. Na nézzük, mi van itt. Nyolcas kelyhek. Szeretem ezt a kártyát, mert amikor megjelenik, akkor fejlődni akarunk. Akkor meghozzuk már azt a bizonyos döntést. Akkor tényleg olyanok, még a kártyák is élnek, csúszkálnak itt. Akkor tényleg olyanok vagyunk, mint ez az uralkodó. Átgondoljuk a dolgokat, a kezünkbe veszük a sorsunkat, döntünk, milyen döntést hozunk. Hogy fejlődni akarunk, hogy ott, ahol most vagyunk, az nekünk valamiért nem jó. Vagy kevés nekünk. És valamit ott hagyunk, és megyünk új utakra, valamilyen új dolgot keresni, valamilyen új dolgot akarunk megtapasztalni. Tehát még akkor is, ha kívülről, hogy is mondjam ezt, úgy tűnhet mindenkinek, hogy mit is akarunk, mindenünk megvan. Fantasztikus családunk van. Tökéletes munkahelyünk van, pénzünk is van, autónk is van, szeretnek is, minden megvan. Mi kell még? Azt szokták mondani az emberek, hogy mindened megvan. Mi kell még? Mi? Mire vágysz még? De az ember ott legbelül, ugye itt vízenergiáról van szó, tehát ott legbelül a kis lelkében érzi, hogy igen, mindenem megvan, minden tökéletes, de mégis valami hiányzik. Nos, hogy megtaláljuk azt a valamit, megyünk keresni. Merünk lépni. Megmerjük tenni azt a bizonyos lépést. És itt a hold. A hold fogyatkozás a halakban. Hát mennyire erős ez. De mennyire. Nagyon erős. De a holdfogyatkozással lesz külön videó. Hát igen, a halak a főszereplők. Na, megyünk tovább. Összeszedem a kártyákat. Tehát pozitívum folytatódik, és megint kelyhek, megint víz energia, megint Neptunusz energia. Valamilyen kellemes hír már úton van hozzánk, valamilyen kellemes hírt kaphatunk. Ez lehet egy kellemes utazás is, de ez nagyon kellemes dolog. Ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy ez a dolog, ez boldoggá fog minket tenni. A legszerelmesebb a lovagok közül.
természetesen valaki megtalálja a szerelmet, vagy a szerelem megtalálja őt. Tehát ez is benne van a pakliban. A mértékletesség. Na hát ez már komoly kártya. Megint, ugyanúgy, mint az uralkodó, a harmónia, a béke, az egyensúly, az belép az életünkbe, megtaláljuk a harmóniát. Jókor jó helyen lehetünk, amikor megjelenik ez a kártya, akkor a fenti erők beleavatkoznak a sorsunkba, adnak egy esélyt. Jókor jó helyen, jó időben lenni. Ez erős. Erre szoktam mondani, ez maga a mennyország kapuja. Megyünk tovább. Plusz kártyát kaptunk, egy fekete kártyát kaptunk. Jó, hogy a pozitívumra kapjuk mi ezt a kártyát. Húzunk csak még egyet. Kijut a sötétségből. Ez nagyon jó. Na nézzük. A nulla. A bátorság, a kezdés, valamibe belevágni, a nulláról valamit elkezdeni. Itt Uránusz ugye dominál, az Uránusz maga a forradalom, maga a szabadság, kvázi megszabadulni valamitől vagy valakitől, kiszabadulni a sötétségből, és megkapni a szabadságot. Megkapni a szabadságot, és ez bármi lehet. Lehet, hogy valaki végre valahára megszabadul a toxikus párkapcsolatból. Lehet, hogy valaki megszabadul egy betegségtől. Bármi lehet. Lehet valaki megszabadul egy utálatos főnöktől, egy zsarnoktól. Ez nekem tetszik. Megyünk tovább. Mi van még itt? Ötös. Levegő energia. Önmagában ez a kártya, hát kemény ellenséget mutat, kemény harcot mutat, de ugye az uralkodóval kezdtük, ez az egyik, a másik pozitívumot nézünk, úgyhogy megszabadulunk ettől az ellenségtől. Ugye ez a fekete kártya nekünk már megmutatta, hogy valamilyen sötét dologtól megszabadulunk, valamilyen nehéz dologtól megszabadulunk. Le fogjuk győzni ezt az ellenséget, bármi legyen ez, vagy bárki legyen ez. Bármi vagy bárki lehet. Szó szerint egy ellenség, betegség lehet. Hát ugye ősz van, itt vannak a vírusok, a bacillusok. Megyünk tovább. Pozitívum nekem tetszik. Negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Egy kis figyelmeztetés. Kettes kelyhek, a legszerelmesebb kártyát megkaptuk. Lehet itt egy kis szerelmi csalódás, egy kis vita a párunkkal. A kettes döntés, helytelen döntést is hozhatunk, a szívünk rossz irányba elvihet minket. Igen. Apród. Nos, hát ez az apród szeret vihart keverni. Igen. Kardok, van itt valamilyen kis összetűzés, valamilyen kis szúrós dolog, a kardok maga a beszéd, a kommunikáció, a szócsata, a szúrós szócsata, a pletyka, ide tartozik. Na, a kardok a virtuális világ, na hát ott is megy a szurkálódás. Megyünk tovább, hatos, valaki meg akarja akadályozni a győzelmünket. Erre érdemes odafigyelni. Érdemes. Megyünk tovább. Ötös, tűzenergia, konkurencia. Van itt csata, lehet látni, igen, harcolunk. Van itt csetepaté. Mondjuk, ha a két ötöst összehasonlítjuk, ugye az egyik a pozitívumra jött ki nekünk, a másik a negatívumra, az, amik a pozitívumra jött ki nekünk, határozottan nehezebb kártya. Mert ha erre az ötösre, amit a negatívumra kaptunk, azt mondom, hogy
ez konkurencia, akkor ez egy alaptomos konkurencia, alaptomos ellenség. Pozitívumra jött ki nekünk ez nagyon jó, tehát mi legyőzzünk. Hát itt lehet egy kis harc, ezzel is meg tudunk mi birkózni. A pozitívum sokkal erősebb. A tükör őrzője, ez én vagyok, ez plusz információ nekem. Aha, és megyünk tovább. Na mi van? 9-es kelyhek, víz, energia, hát veszélyben van a boldogságunk. Valakinek a kívánsága még nem fog teljesülni, még ez is benne lehet a pakliban. Még ilyen is lehet. Megyünk tovább, a varázslók mit mondanak nekünk, nézzük csak. Na, mit mondanak a varázslók? Pozitívum. Ugyanaz a kártya. Ugyanaz a mértékletesség. Kétszer megjelent a pozitívumra. Ez csodálatos. Egy kártya, ha kétszer jelenik meg, ez maga a mennyország, tényleg. Jókor, jó időben leszünk. Ez egy plusz esély, tehát itt a fenti erők minket fognak irányítani. Ez csodálatos. És a negatívum, mi lehet itt? 6-os. Ugyanaz a kártya a negatívumra. És nem csak, nézzük csak. 6-os, botok. És a kártya pakli alján ugyanaz, 5-ös, botok. Hát így beszélnek hozzánk a kártyák. Ugyanazok a kártyák jöttek ki. Csetepoté, egy kis összetűzés valakivel. Valaki nagyon nem akarja ezt a sikert. Itt a konkurencia, a konkurenciát le kell győzni. Sikerül nekünk legyőzni? Sikerülhet legyőzni? Igen, mert a pozitívum határozottan erősebb, és amúgy is a pozitívumra kell koncentrálni, és az uralkodóval kezdtük. Hát ha valaki, akkor az uralkodó igenis le tudja győzni a konkurenciát, az ellenséget. Ha valaki, akkor ő képes rá. Legyünk olyanok, mint ez az uralkodó. Még egy kártyát, a Lenormand kártya, ó, alóhere. Hát kell ennél többet mondanom? Hát mindenki tudja, hogy ez egy szerencse. Mindenki tudja, még a kisgyerek is. Ugye? Tehát ez egy szerencse. Szerencsés kártyát húztunk. Nem hiába. Kétszer megjelent nekünk itt a mértékletesség. Jókor, jó helyen leszünk. Itt van még egy megerősítés. Egyszerűen. És alóhere azért pénzt is szokott jelenteni. Lehet, hogy nem fogják adni olyan könnyen ezt a szerencsét. Lehet, hogy meg kell harcolni a szerencsénkért. Ugye a harc itt van. Hát akkor harcoljunk érte. Nagyon jó. Én szeretnék húzni még gyorsan ebből a kártyapakliból. Ez a lóhere nekem, ez annyira tetszik. Annyira tetszik. Na, mi van itt? 8-as kelyhek. 8-as kelyhek. Ugyanilyen kártyánk van itt a pozitívumon, és a kártyapakli alján a királynő, a kelyhek királynője. A halak. Tehát királynők és királyok leszünk. Ez nagyon jó. És ugye ez a kártya kétszer megjelent. Menjünk, keressünk valami újat. Keressük meg a szerencsénket. Fogadjuk el ezt a lehetőséget. Fogjuk látni az irányt. Lehet, hogy az elején egy picikét eluralkodik rajtunk a
a negatívum, a szomorúság, hogy miért teszem ezt, hogy miért hagyom el ott azt a biztos dolgot, de meg fogjuk találni azt a boldogságot. Ott a fény, a végén, ott a fény. A fény az alagútban. Merjünk lépni. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!